Az első videóhívás az új 5G hálózaton. Magyarország felkészült a világban zajló digitalizációs versenyre, jelentette be az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár. A magyar kormánynak fontos célja, hogy azt a hátteret, azokat a stratégiákat, azokat a támogatás ösztönzőket folyamatosan megújítsa, illetve elkészítse, ami biztosítja Magyarországnak, a gazdasági szereplőknek a versenyképességét a digitalizáció területén, a lakosok, a lakosság számára, az emberek számára pedig biztosítja azt, hogy a megnövekedett okos eszköz használatnak meg legyen a megfelelő hálózati háttere. Rendkívül gyors letöltés, valós idejű kommunikáció, illetve stabil kapcsolat még nagy sebesség esetén is. Ezek az előnyei az új hálózatnak, amelyet 3 hónapig tesztelnek Győrben. Mi azt gondoljuk, hogy a előnyünk abból fog jönni, hogy az egyetemen lévő szellemi tőke az olyan felhasználási ötletekkel, területekkel fog előállni, amire a szolgáltatók nem gondolnak. Emellett van egy olyan szándékunk is, hogy ezzel a teszthálózattal lemodellezzük, hogy az 5G bevezetése az hogyan fog történni valós körülmények között. A Széchenyi István Egyetem rektora kiemelte, a győri intézmény volt az első, amelyik a távoktatást bevezette, és az új technológia segítségével még hatékonyabbá válhat ez a tanulási forma. Nagyon fontos az 5G, hiszen eddig ami ennek akadályát jelentette, hogy hát elindul a dolog, és akkor lefagy, meg lassul. Na most avval, hogy az 5G megjelenik, ezek az akadályok elhárulnak, és azt gondolom, hogy a következő generációnak a képzése, oktatása az alapvetően infokommunikáció alapú, 5G alapú és hát média alapú lesz. A tesztelésre és fejlesztésre a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adott 3 hónapra egy zárt frekvenciát. Az engedély igény esetén meghosszabbítható.